Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... A magyar parlament tagja, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, és mint említettem, országgyűlési képviselő. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy korán reggel betért hozzánk. A kérdés az, hogy minden éjszaka, ahelyett, hogy aludnék, a nemzetközi hírállomásokat figyelem a kora hajnali órákig, vagy ha már fölébredtem, akkor újból ezt folytatom. És érdekes módon megoszlanak a vélemények a magyar-orosz kapcsolatokról. Viszont több tévéállomás azt is kiemelte, hogy nem csak Magyarország képviselői járnak Oroszországba, kiemelték azt a kitüntetést, amit a külügyminiszterünk kapott, hanem például arról beszéltek, hogy Magyarország és Oroszország között egy kölcsönös évenkénti találkozó van. Tehát nem tartják ezt különlegesnek. Mi a híradónkban beszámoltunk, mert megpróbálunk tárgyilagosak lenni, ami nem egyszerű ez esetben. A magyar ellenzék azt követeli, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ne menjen el Oroszországba. Miért gondolja az ellenzék, vagy próbálja megmagyarázni úgy, mint a kormánypártnak a képviselője, miért lenne ezzel áruló Orbán Viktor az Európai Unió vagy a haza esetében, holott dolgozni megy? Én nem vagyok Brüsszelre tekinteni a kérdés megválaszolásához. Brüsszelben... Én Strasbourgot jobban szeretem. Én is egyébként. Sokkal szebb kisváros. Szóval Brüsszelben van egy, az Európai Unió vezetői között van egy álszent magatartás. Évek óta, ha nem azt mondhatnám, hogy évtizedek óta tapasztaljuk ezt. Folyamatosan kritizálják Oroszországot, aztán utána oda járnak előszobázni és bizniszeket kötni. Lásd Németország. Lásd Németország. És az összes többi Európai Uniós állam. És itt nem másról van szó, mint hogy az ellenzék pontosan ugyanazt csinálja, amit korábban is, azt csinálja, ami a brüsszeli elvárás. Ez a brüsszeli elvárás, ez az álszent politika. Mi viszont nem ezt folytatjuk, hanem azt mondjuk, hogy van egy nemzeti érdek. Itt vagyunk immár 1000 éve, és azt megtanultuk, hogy a földrajzi elhelyezkedésünknek köszönhetően egyszerűen a geopolitikai érdekünk, hogy a környező nagyhatalmakkal, nyugaton is, keleten is, délfelé is mindenkivel jó, racionális, észszerű kapcsolatot alakítsunk ki. Ez ma működik, hiszen az Európai Unió tagjai vagyunk, de jó viszonyt ápolunk Törökországgal is és Oroszországgal is. És semmi meglepő nincs a magyar miniszterelnöknek a magyar érdekek képviselete érdekében. Éves szinten van találkozója Oroszország elnökével, és ez most is ebben az évben is megrendezésre kerül. A helyzet annyiban más, hogy valóban van egy feszült helyzet a keleti szomszédunkban, Ukrajnával kapcsolatban, de a magyar miniszterelnök most nem ezért megy, kérem azért, hogy a magyar érdekeket képviselje, turizmusról, energiaellátásról tárgyaljon Vladimir Putyinnal. Értem. A miniszterelnök a hétvégén nagyon elfoglalt volt, és ha jól emlékszem, akkor Madridban volt egy megbeszélés sorozaton. Mit tudhatunk erről? Európában egyre nagyobb az elégedetlenség. Elégedetlenek az európai polgárok az unió működésével, és egyre több olyan európai polgár van, aki úgy érzi, hogy őt nem képviseli senki az Európai Unióban, az európai politikában. És hát alapvetően erről volt szó, olyan pártok működtek együtt és beszélgettek egymással, akikben több különbözőség van, de egy dolog közös, hogy mindegyikük azt mondja, hogy a nemzeti szuverenitás az első, és a nemzeti érdek az első. A tagállamok biztonsága szintén kiemelten fontos, és ez egy olyan közös nevező, ami alapján egyébként az aktuális problémák, mint például a
Nyugat-Európában tapasztalható energiaválság, őszintén lehet beszélni. Ha megkérdezem öntől, akkor meg tudja nekem mondani, éppen ezért, hogy világosabban lássunk már a hétvégén is, meg ezen a héten is több európai parlamenti képviselőt hívunk, magyart és nem magyart, hogy például a néppártban Németországot most hogy képviselik a, mert ugye nem európai parlamenti választások voltak, hanem országos választások voltak, és elég színes és érdekes a koalíció. Na most, hogyha az a koalíciónak a képviselői a néppártba ülnek, akkor most már tényleg nem tudom, hogy a néppárt mit képvisel. Hát ők nem ülnek a néppártban, mert a néppártban a CDU és a CSU képviselő ülnek, ők meg kikerültek a kormányból. Tehát annyi változott, hogy az Európai Néppárt azzal, hogy a CDU-CSU elveszítette a választásokat, tovább csökkent a súlya. Tehát akkor azt tudja mondani, hogy az európai parlamentben ülő képviselők nem pontosan a nép akaratát képviselik? Jól értem, vagy nem? Hát ugye ez a sajátosság az európai parlamentnek, ezért szokták mondani, hogy az egyik legfelelőtlenebb, felelősség nélküli intézmény Európában, hiszen számtalan esetben van, hogy olyan képviselőket küldenek ki, akik mondjuk akkor, amikor kiküldték őket, még mondjuk a pártjuk kormányzati felelősséget visel, és egy év múlva egy országgyűlési választáson ez már megváltozik, de még ez a kisebb probléma, mert ez ilyen gyakran előfordul, de olyan is előfordul, hogy közben a pártjuk már megszűnik. Tehát nem csak, hogy pártot, hanem a tagállami embereket sem képviseli, ezek tényleg teljesen felelősség nélküli emberek. Persze ezek azok a képviselők, akiket a leginkább lehet használni a brüsszeli hálózat számára. Egyébként ilyen képviselő volt Tavares úr, aki ugye Magyarországot támadta. Úgy ült az Európai Parlamentben ez az úriember, hogy a pártja már megszűnt. Na most ön egy kommunikációs vezető, azon kívül, hogy parlamenti képviselő. Nincs meg annak a veszélye, hogy önök ölbetett kézzel rendelnek még egy kávét most, hogy látják a közvéleménykutatások egybehangzó jelentését, hogy jól állnak? És ennek következményében a szavazók inkább elmennek majd, hogy a szép nap lesz április 3-án napozni? Hát nem ez a hozzáállás jellemző az én politikai közösségemre. Mivel mi esküdtettünk a parlamentben azért, hogy a magyar nemzetet fogjuk szolgálni, ez független a közvéleménykutatási eredményektől. Tehát mi végig fogjuk végezni a dolgunkat, a legjobb tudásunk szerint, teljes erőbedobással, mert függetlenül a közvéleménykutatásoktól a magyar nemzeti érdeket képviselni kell, számtalan kihívás van ezzel kapcsolatban. A koronavírus által okozott gazdasági válságot még éppen hogy csak kihevertük, hála Istennek a gazdaság újraindítása jól sikerült, ezért van lehetőség arra, hogy február az egy rendkívül erős, talán mondhatom azt is, soha nem látottan erős hónap lesz. Így aztán a 13. nyugdíj is megérkezik az emberek számlájára. És a családi adó visszatérítés, a megemelt minimálbér, a megemelt szakmunkás minimálbér, a 25 év alattiak, akik már munkavállalók is dolgoznak, ők februárban fogják megkapni már az első olyan fizetésüket, ugye a januári fizetést kapják meg február legelején, amely már nem tartalmaz személyi jövedelem adott, ez számukra is, ez egy jövedelem növekedéssel fog járni. Tehát azt gondolom, hogy minden fiataloktól, az idősekig, családosoktól, a vállalkozásokig mindenki egy picit jobban érezheti magát, léphet egyet előre, és ez volt a szándékunk, hiszen hogyha ez a koronavírus járvány megráncigálta családokat, vállalkozásokat, akkor ilyenkor kell a kormánynak azt mondania, hogy hogyan tudok én segíteni. Neked család, neked idős, neked fiatal. És ezeket a lépéseket ezért kellett meghozni. Ez egy új gyakorlat, mert korábban ugye mindig akkor volt bajban az ország, amikor a baloldal kormányzott, és akkor mindig az volt az eljárás, a baloldali eljárás, válságkezelés, hogy ahhoz, hogy az államot valahogy működőképes állapotban tudják tartani, megszorítottak, adót emeltek, elvettek ezt, elvettek azt, tehát terheket raktak az emberek vállára. Ez most egy új válságkezelés, amit a Fidesz-KDNP
alkalmazott, és úgy látszik, hogy működik, tehát mi nem megszorítással, hanem támogatással akarunk kikecmeregni a válságból, és egyelőre úgy néz ki, hogy ez sikeres. Na most a plakátkampány az már keményen dübörög. Próbálja, segítsen nézőinknek megmagyarázni, hogy mit üzen az ellenzék azzal, hogy Orbán menjen, de ez megmaradjon. Tehát akkor miért kéne menni, hogyha ott van alatta, hogy de ezt jól csinálta? Jó kérdés. Ezt a baloldaltól kell megkérdezni. Én azt látom, hogy mondanak ők ezt is, azt is, meg amast is, főként a miniszterelnök jelöltjük. Szóval teljes magabiztossággal. De hát a közhiedelem úgy érzi, hogy lehet, hogy a választások után pár nappal ő maximum egy országgyűlési képviselő lesz. Ez lehetséges. Egy biztos, hogy azokat a legfontosabb eredményeket, vívmányokat, amit az elmúlt 12 évben közösen a kormány és a magyar emberek elértünk, ezekről, legyünk jó indulatok, össze-vissza beszél a miniszterelnök jelöltjük. Egyszer azt mondja, hogy nem kell rezsicsökkentés, egyszer azt mondja, hogy hát de akkor most mégis kell, csak másként, egyszer azt mondja, hogy hát szerinte az az igazi rezsicsökkentés, hogy az emberek kevesebbet fürdenek, meg kevesebb áramot használnak. De hát ennek a következménye, hogy egy nézőpont felmérése szerint, ahol a miniszterelnök jelöltjük től idéztek, ilyen kérdéseket tettek föl, baloldali, fixen baloldali szavazók is azt mondták, hogy na ezt nem. A rezsicsökkentésről, a költöz kis, vásárolj kisebb autót, fürödjél kevesebbet, és a többi. Igen, itt... Listázzuk-e a cigányokat, vagy sem, vagy bármiféle kisebbséget? Igen, az a helyzet, hogy persze lehet azt mondani, lehetne legyinteni rá, hogy hát a baloldal miniszterelnök jelöltje össze-vissza beszél, hát egyszer nem kell komolyan venni. De ez erősíti a táborát. Szerintem éppen ezért veszélyes ez. Mert látszik, egyre inkább látszik, hogy ez az össze-vissza beszélő miniszterelnök jelölt, ez tényleg egy kirakat figura. De ott van mögötte Gyurcsányféle csak egy messianisztikus figura. Hát a kettő nem zárja ki egymást. Sőt, talán még erősíti is. És hát ugye éppen múlt héten került nyilvánosságra, hogy nagyjából milyen lesz a baloldali listának a belső megoszlása. Ebből ma már mindenki számára látható és ténykérdés, hogy Gyurcsány Ferenc a baloldal vezető ereje. Neki lesz, ha nyer a baloldal, ha veszít, a legnagyobb frakciója a parlamentben. Már még csak Pétermek, az egyéni képviselők listája kezd előre, a végleges lista, a listáról bejutok még nem. De hát éppen a listának a belső megoszlása, hogy a pártok egymás között hogyan osztják föl a várhatóan általuk megszerzett listás mandátumokat, az nyilvánosságra került, többen is írtak róla, és ott lehet látni, hogy a DK lesz a legnagyobb frakció, és emellett, abban önnek valóban igaza van, hogy az egyéni választókerületekben is a demokratikus koalíció indítja a legtöbb jelöltet a baloldal pártjai közül, tehát ezért mondom, hogy biztos, egészen biztos, ehhez nem kell jósnak lenni, hogy azt mondjuk, hogy a demokratikus koalíció, tehát Gyurcsány Ferenc pártja lesz a legnagyobb frakcióval rendelkező párt, úgyhogy a miniszterelnök jelöltjüknek nem világos, hogy egyáltalán lesz-e frakció, ahova be tud ülni. Tehát azért mondom, hogy ez veszélyes, mert azt viszont pontosan tudjuk az össze-vissza beszéd mellett, hogy Gyurcsány Ferenc mit akar. Értem, de ugyanakkor, ha már listáról beszélünk, önök is közzétették már a múlt héten csütörtökön, a késő délutáni órákban, ha jól emlékszem, csütörtökön vagy pénteken, az egyéni indulókat, ahol vannak nagy ágyuk is, vannak nagy nevek is, igaz, sokan nem szerepelnek a listán. Mit vár ön ettől? Ugye, ami ön például nem láttam a listán. Igen, én nem indulok most egyéniben. A mi politikai közösségünk nagyon sokszínű, sokféle ember van, de azt gondolom, hogy a jelöltjeink tekintetében is ez így van, de három közös dolog van bennük. Egyrészt az, hogy beágyazottak. Tehát minden egyes jelöltünk ott él a választókerületben, ismeri a választókerületet, ismeri a problémákat, ismeri, hogy a fejlesztési lehetőségeket, tehát beágyazott és ismeri az ottani embereket. A másik, amit volt már alkalmam jó néhányszor frakciüléseken megtapasztalni, hogy eltökéltek. Tehát amikor a helyi érdekképviseletről van szó,
akkor a mi képviselőink és jelöltjeink számára az a legfontosabb. És ott nem ismernek pardont, addig mennek, ameddig a helyi érdeket itt nem képviselik. Itt a legjobb például a Németh Szilárd, akinek a munkásságát követtem, amióta televíziónk van, és érdekes számomra egy nagyon szórakoztató és nagyon felkészült ember, és lehet rá a világon mindent mondani, de Csepelt úgy tudja, mint a Szentírás. Tehát nem csak, hogy tudja, hogy melyik utca hol van, hanem a történelmét, a kult, mindent. Így van. És hát a harmadik, tehát beágyazottak, eltökéltek, a helyi érdekek képviselete érdekében abszolút eltökéltek, és a harmadik az az. Erre vettem Németh Szilárdot, aki meg tudja mondani, hogy a katolikus templom hol van, fel kell-e újítani, vagy a zsinagógát, tehát abszolút tájékozott. Így van, és a harmadik az, hogy minden egyéni jelöltünknek Magyarország az első, tehát a nemzeti érdek az első. És különben miért indulna a parlamentbe választásokon? Nem olyan egyértelmű, ez azt gondolom, tehát ezért érdemes azért ezt kihangsúlyozni. Tehát összességében ez alapján, a három jellemvonás alapján beágyazottak, eltökéltek, és mindannyiuk számára Magyarország az első. Én azt gondolom, hogy a 106 jelöltje a Fidesz-KDNP-nek egészen kiváló jelölt, úgyhogy én csak bátorítani tudok mindenkit, és ajánlani tudom őket a választópolgárok figyelmébe. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mielőbb visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában Hollik István kommunikációs igazgatója, a Fidesz-KDNP-nek Magyarországgyűlés tagja volt a vendégünk. Kiegyensúlyozottság kedvéért most következik viszont 6. kerület polgármestere Soproni Tamás. Fogadják őt is szeretettel, tartsanak velünk!